A Magyar Rali Bajnokság évadzáró versenyét, a 7. Zemplén Rallyt november közepén rendezték meg a csodás zempléni dűlőkön. A gyorsasági szakaszokból álló futamokon ezúttal nem csak a versenyzők számára volt nagy a tét, hanem a szervezők számára is, hiszen az Európa Bajnokság delegált tagjai is részt vettek az eseményen megfigyelőként. 2022-ben a Magyar Rali Bajnokságnak a záró futama ismét itt van Zemplénben és Zemplén és környékén, ezeken a pályákon, ami tradicionális és a rallinak az egyik fellegvárának mondható, hiszen több évtizedes tapasztalatunk van az itteni versenyekre és az itteni tapasztalatokkal. Igaz, volt egy rövid kihagyás, de 2019-ben Magyar Rali Sport visszatért ide ebbe a régióba, visszatért ezekre a gyönyörű versenypályákra, és azért kell gyönyörűnek is mondanom, mert ezek a pályák nem csak versenyezni jó, hanem ide jönni is jók. Annak a boroknak, a magyar boroknak a múltja, a kulturális központja, és itt, ahol szerencsén vagyunk most, ahol a versenynek a szervizpartja és a központja is van, ez is olyan kulturális és olyan emlékeket hoz az emberbe elő, amiben nagyon jó újra ide visszatérni. Ez a verseny több mint 150 km hosszú, jelenleg kb. 145 induló van itt a versenyen. A rally szinte összes osztálya itt van, rally 1, rally 2, rally 3 és még a historikusok is, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a teljes line-up. Itt dől el a bajnoki cím, külföldről is érkeztek hozzánk versenyzők, hiszen ez a verseny most egy Európa kupának a része, Európa kupa futamnak, szintén a befejező fordulója, úgyhogy a legnagyobb odafigyeléssel és a legnagyobb tisztelettel kell ez a verseny előtt állnunk. Itt vannak a Nemzetközi Szövetség megfigyelői, mind a biztonság szempontjából, mind pedig rendezés szempontjából, és eddig nagyon-nagyon jó véleménnyel voltak a versenyről, nagyon-nagyon tetszik nekik a környezet, nagyon tetszik nekik az, hogy itt a szőlőtőkék között versenyezhetnek a versenyzőink, úgyhogy azt gondolom, hogy eddig nagyon jól haladunk. This morning we went out with the FIA safety delegate and the observer to see the stages, to look at the spectator areas, and you have some unique terrain here. They're very tight, very twisty. And then there's the vineyard stage as well, which is completely different. So the stages offer a proper challenge for our competitors, but also, you know, we can see how strong the sport is in Hungary, and you know that's going to bring a huge benefit to European Rally Championship as well. So, you know, we hope that everything this weekend goes well, and we can come back here in October next year. A Zemplén Rallynak ezúttal Szerencsvárosa adott otthont, ahová Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Koncz Zsófia miniszterhelyettes a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott, és megtekintette a Bád disznókő versenyszakaszt. Majd a miniszterhelyettes részt vett és díjakat adott át az eredményhirdetés során az abszolút győztes norvég-svéd párosnak, valamint a Csomós Nagy duónak, akik ezúttal a dobogó második helyét foglalhatták el. Újra Európa-bajnoki futamot szeretnénk rendezni, és a 2023-as naptártervezetben már szerepel ez a verseny, de most itt újra be kell bizonyítanunk, újra Magyarországnak be kell bizonyítania, hogy méltók vagyunk ahhoz, hogy Európa-bajnokságot rendezzünk, és méltók vagyunk, hogy visszakapjuk azt a címet, amivel az elmúlt években itt büszkélkedhettünk. Az elmúlt években tapasztalhattuk, hogy a magyar kormány a sportpolitikája az nagyon erős, nagyon sok segítséget kapott az autósport is tőlünk. Ez esetben is nagyon sok segítséget kaptunk azért, hogy ide jöhessünk a térségbe versenyezni. Nagyon nagy köszönettel tartozunk Koncz Zsófiának, polgármester úrnak, Ferenc polgármesternek, aki itt fogadott minket, és minden lehetséges segítséget megadott arra, hogy a magyar rali sport itt ünnepelhesse a 2022. évének a bajnoki címét és helyezetteit.